Már javában zajlik a 2026-os országgyűlési választás kampánya, amiben különféle módszerekkel próbálják az ellenfelet, jelen esetben Magyar Péter népszerűségét gyengíteni. De mik ezek a trükkök? Ezt nézzük meg ebben a videóban. Magyarország túl van egy meglehetősen nagy árvízen, ami rengeteg munkával járt. Magyar Péter nagyon jó érzékkel már az első között ment ki a gátra homokzsákokat pakolni, még mondjuk Nagy István otthon henyélt. Gyakorlatilag a teljes média figyelem ráirányult, így kellett valami a kormány oldalról, ami eltereli Magyar Péterről a figyelmet. Nos, azon túl, hogy a teljes propaganda gyárat meg a kormányzat legfelsőbb vezetőit is kitessékelték az árvízi védekezés helyszínére, volt valami, amivel kétleget is le tudtak csapni. Ez nem más, mint Orbán Balázs invitálása az MTVH egyik műsorába. Azon túl, hogy nem egy élő, hanem vágott anyagú műsorba, teljesen logikus, hogy nem megy el egy ellenzéki szereplő, van itt más is. Alapvetően teljesen szürreális már maga a tény, hogy egy ekkora árvíz idején tud hirtelen csak időpontot biztosítani a közmédia egy vitára, amikor jól láthatóan a Tisza elnöke a gátakon van. Ezt egyébként maga az MTVA és Orbán Balázs is érezhet, hogy nincs rendben, mert Magyar Péter első visszautasítása után rögtön ajánlott egy új időpontot is, ami bőven az árvíz után lenne. De miért is jutottak kétlegyet egy csapásra az invitálással? Nézzük meg, mi van ennek hátterében. Egyrésztről, ha Orbán Balázssal leül vitázni Magyar Péter, azzal egy alacsonyabb polcra helyezi magát. Bár nem tudjuk, hogy Magyar Péter miniszterelnök jelölt lesz-e 2026-ban, de a legerősebb ellenzéki párt vezetőjeként talán jogos kritika és igény is egyben, hogy ő a miniszterelnökkel szeretne vitázni. Nem mellesleg a miniszterelnöknek amúgy is illene kiállni vitázni az ellenzéki politikusokkal, különösen a választások előtt. De ez 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is elmaradt. A másik pedig, hogy ez a meghívás egy csapdahelyzet. Ha elvállalja, akkor ahogy említettem, Magyar Péter egy alacsonyabb szintre helyezi magát azok szemében, akik elhiszik róla, hogy képes lenne egy országot elvezetni. Lényegében egy olyan miniszterrel lesz egyenlő, aki semmilyen területén nem felel a kormányon belül politikai igazgatóként. Ha viszont elutasítja a meghívást, akkor jogosan mondhatja bárki, hogy ha lehetőség nyílt egy kormánypárti politikussal vitázni, akkor azt el kellett volna vállalni. Még akár azt is érezhetik többen, hogy Magyar Péter gyáva azért futamodott meg a vitától. Ezt a megfutamodást egyébként Orbán Balázs angol názásnak nevezte. Egy szóval nincs jó megoldás. A vitára invitálás egy tökéletes csapda, amiből nehéz jól kijönni. Ezt a trükköt egyébként nem először alkalmazza a Fidesz. Emlékezzünk vissza a 2022-es választásokra, amikor Márki-Zay Péter leállt Bohár Dániellel, a Megafon egyik megmondó emberével vitázni. Nézze meg, legyen hát, hát, megyen hazudik. Nem az a helyzet. Hát, hát a Dániellel megyen hazudik, meg, hát kivágt Orbán Viktor. Ezt a mi szövetség, ezt mi a szövetségben külön-külön képviselő. De Orbán Viktor, miért vágta ki? Ezzel pedig egy sokkal alacsonyabb szinten helyezte magát, és a viták miatt egyre többen érezhették azt, hogy hát ő nem egy karakán miniszterelnök jelölt. Magyar Péterék válaszul október 5-ére tüntetést hirdettek az MTVA-hoz, ez azonban nem tűnik egy kiforrott válasznak. Hadházi Ákos is sátrazott már ott, meg kismillió tüntetés volt már a Kunigunda utcában, de sosem lett semmi eredménye. Ráadásul csak zárójelben érdemes megjegyezni, hogy egy ilyen értelmetlen és eredménytelen tüntetésnek is, aminek keretében üres épületeknek ordibálnak, hogy mindenki hazamegy, csak a politikai apátiát növeli. Érdemi népszerűséget pedig nem hoz. Talán már mindenki értesült arról, hogy Magyar Péter ex-barátnője Fóger Evelin interjút adott. Természetesen nem is akárhol, méghozzá az Indexen, amely, mint tudjuk, erősen kötődik a kormányközeli üzletemberekhez, és amin egyre gyakrabban jelenik meg a kormány propagandája. Ráadásul nem is akárki volt a kérdező. Fóger Evelint az egykori hírtévés propagandista, Gál Csongor kérdezte. Köszöntöm Önöket, a Célpontot látják, a Hír TV oknyomozó riport műsorát. Szóba kerültek a párt ügyei, és természetesen a magánéleti konfliktusok is. Az interjú egyébként nem lett annyira nézett, mint a Varga Judittal készített interjú, de hát van olyan téma, amiről kétszer nem lehet lehúzni ugyanazt a bört. Az jól látható, hogy a Fogel Evelinnel készített interjút azért szerették volna bevetni, mert hogy a Tisza párt minden felmérés szerint egyre jobban közelíti a Fidesznek a népszerűségét. Bár korábban voltak olyan kampányok, amikkel sikeresen tudtak politikusokat lejáratni, ilyen volt például Vona Gábor, amikor hírbe hozták Teri Blackkel, de ott volt például Márki-Zay Péter is, akiről erősen súlykolták, hogy veri a gyerekeit. Jól láthatóan viszont ez a trükk már nem jön be Magyar Péternél.
Sőt, igazából Varga Judit esetében sem jött be az interjú, talán Varga Judit már be is bánta, hogy bement Hajdú Péterhez ezt az interjút elkészíteni. Pedig a központban nyilván arra számítottak, hogy a politikusnak ezzel majd csökken a népszerűsége, sőt az égető problémákról is el fogják tudni vonni a figyelmet, ilyen többek között a tömegközlekedés problémája, az egészségügyi probléma, vagy például nemrég megjelent 130 pontos megszorító csomag. De nem jött be, ráadásul a kormány propaganda most kicsit önellentmondásban van egymástól. Fóga Levelinnek ugyanis több órányi hang- és videófelvétele van a Tiszapártról, és hát emlékezzünk vissza, hogy ez még tavasszal mekkora probléma volt számukra, hogy Magyar Péter felvette például a feleségét. Ekkor készített róla titkos hangfelvételeket Magyar, mert félt, ha elválnak, ő majd elveszíti a jól fizető állásait, a havi nettó 4 millió forintot. Ezért kegyetlenül zsarolni kezdte a saját feleségét. Most viszont Fogel Evelyn esetében valahogy nem probléma, hogy felvette a barátját. Amit viszont érdemes megjegyezni, hogy ez a mostani lejáratás úgy látszik, hogy egy komplex kommunikációnak a része lesz. Mert hogy nem csak Fogel Evelyn lépett a porondra, és nem csak ő próbál másokat bemúszerolni. Szintén ezen a héten jelent meg Ábrahám Róbert videósorozatának az első része, amiben nyíltan ellenzéki közéleti szereplőket próbálnak meg lejáratni a úgynevezett oknyomozó videóban. Mondhatjuk azt is, hogy szerencséje volt, hiszen az egykori kitartott, tökéletesen megfelelt messiásnak a péteristák körében, ahol az aktuális Péternek csak az előzőeknél hangosabban kell azt kiáltania, hogy O1G. De nem ő volt az egyetlen, aki a gyermekáldozatokból sikeresen facsart még egy adag profitot, ugyanis zömében homoszexuális influencerekből, politikai aktorokból és woke meg genderőrültekből verődött össze az a társaság, amely egy éjszaka alatt gyermekvédővé avanzsált, és szerebekkel kiegészülve influencer tüntetés hirdettek a hősök terére. És másnap Viradóra már nem gyerekeket akartak védeni, hanem egymást. De aki megnézi a videót, láthatja, hogy ez egyébként tele van ellentmondásokkal, még akkor is, hogy egyébként nyomokban tartalmazhat valamiféle igazságot. Az is kitűnik Ábrahám Róbert videójából, hogy már megpróbálja ezeket az ellenzéki szereplőket úgy beállítani, mintha ők Magyar Péter holdudvarába tartoznak, pedig ez nem feltétlen lesz így minden szereplő esetében. Egyszerűen jól látszik, hogy nem csak Magyar Pétert, hanem a hozzátartozó holdudvart is már megpróbálják valamilyen szinten bemószerolni, ami egyébként mindig azt jelenti, hogy Magyar Péter körül egyébként nincsenek jól megjegyezhető karakterek, ami egyébként fontos lenne, hogyha tényleg labdába szeretne rúgni a 2026-os választásokon, mert hogy akkor 106 jelöltet kell majd kiállítani az egyéni választókörzetekben. Érdemes lesz tehát figyelni a propaganda médiát, mert hogy nem csak Magyar Péterről, hanem szerintem egyre több és több nyíltan ellenzéki közéleti szereplőről lesz szó. Ezt a kommunikációs trükköt szintén a 2018-es és a 2022-es fekete kampányok miatt vethetik be újra, mert ahogy láthattuk, sajnos ott is bevált, és nagyon sok szereplőt tudtak a különböző hazugságokkal hitelteleníteni. Magyar Péter a Partizánnak adott korábbi interjújában maga ismerte el, hogy 3-szoros, 6-szoros mértékben túlárazva írta le a szerződéseket a Diákhitel ZRT vezérigazgatójaként a Balázsi Gyula vezette kommunikációs cégekkel. Az első 2018-as szerződés nettó 99 millió forintról, a második 2019-es nettó 172,5 millió forintról, a harmadik 2020-as pedig nettó 176 millió forintról szólt, mindhárom esetben 30%-os opcióval. Az utolsó szerződés 2021-ben kötötte meg, nettó 227 millió forintért, szintén 30%-os opcióval. A kormány oldalon egyébként rendszeresen monitorozzák a választóknak a véleményét. És valószínű ezeken a közelmény kutatásokon is az jött ki, hogy a legtöbbeknek a korrupcióból van elege. Így tehát adott volt az a kommunikációs irányvonal, hogy Magyar Pétert is a korrupcióval kell támadni. Igen, ám csak, hogy szerintem ebben az esetben azért eléggé kérdéses, hogy be fog-e válni ez a kommunikációs trükk. Mert az igaz, sőt Magyar Péter maga ismerte el, hogy túlárazott szerződéseket írt alá, de ezt pont a fideszes haverokkal tette. Tehát a Fidesz támadni kezdi Magyar Pétert azzal, hogy ő különböző korrupciós ügyekben vett részt és túlárazva írt alá szerződéseket, azzal lényegében azt árulják el, hogy maga a rendszer, sőt maga a Fidesz az így működik. Amiben viszont szerencséje van a Fidesznek, hogyha megnézik a korábban megkötött szerződéseknek az összegét, ez elég alacsony. És minél alacsonyabb egy összeg, az egyszerű választópolgár
annál könnyebben tudja felfogni annak a mértékét, és annál könnyebben tud azonosulni azzal a korrupciós ügylettel. Nézzük meg például a lombkorona nélküli lombkorona sétány esetét, amin mindenki felháborodott, mert egy kis beruházásról van szó, ergo mindenki fel tudta fogni, hogy mekkora összegről van szó. De ott van például a nyáron napvilágot látott eset, ami szerint Orbán Viktor vejétől, Tibor Szicsván cégeitől 600 milliárd forint értékben vásárol a kormány különböző irodaházakat. Ezen viszont korábban sem volt akkora felháborodás, mert a néhány milliós lombkorona nélküli lombkorona sétány beruházást sokkal könnyebb megérteni, hogy mekkora összeg, mint egy 600 milliárd forint értékű ingatlan vásárlást, ami egy egyszerű ember számára felfoghatatlan összeg. Így tehát nem véletlen, hogy a Fidesz ezzel a kommunikációs irányvonallal próbálkozik, mert hogy ez egy mindenki számára érthető összeg, és valóban felháborodást okozhat a kormánypárti szavazók körében, akik már-már elbizonytalanodnak abban, hogy tényleg jó a Fidesz kormányzása. Ráadásul a kormány közeli szavazók, ahogy azt a korábbi videómban is elmondtam, a fideszes online térhódítás miatt hát gyakorlatilag alig tudnak értesülni a különböző korrupciós botrányokról. Így tehát nekik valóban úgy tűnhet, mintha csak is kizárólag ebben a rendszerben egyedül Magyar Péter lenne korrupt. A kormány oldal tehát az elmúlt hetekben ezt a három kommunikációs trükköt próbálta bevetni. Volt olyan, amiben Magyar Péter támogatóit próbálták meg elbizonytalanítani, de volt olyan, mint például a diákhitel szerződés, amiben a kormánypárti szavazókat próbálták megerősíteni, illetve a bizonytalanokat próbálták meggyőzni arról, hogy maradjanak a kormány oldal támogatói. Az, hogy ez mire lesz elég, azt természetesen nem tudjuk, de már csak másfél év van a választásokig, tehát a verseny valószínű egyre szorosabb lesz, és amit most látunk, az mindennek csak a kezdete. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hogyha véleményed van, akkor azt mindenki fejts ki lent a komment szekcióban. A csatornatagoknak és a Patreon támogatóknak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy segítik a munkámat. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is minden jót. Sziasztok!